Tegnap mintegy 16.910 választókörzetbe várták szavazni a román állampolgárokat, ha a magyar pártok közül az RMDSZ-re voksoltak a legtöbben. A választók 6,83%-a szavazott a szövetség jelöltjeire, a központi választási iroda délutáni információi szerint. Mind a magyar pártokkal való verseny tekintetében, mind a 2008-as eredményekhez képest megnyerte az önkormányzati választásokat az RMDSZ, mondta Kelemen Hunor, pedig az elemzők szerint három jelentős problémával kellett megküzdeni ezen a választáson. Egyrészt ő is részese volt ennek a negatívan megítélt kormányzati ciklusnak, ez volt az egyik probléma. A másik probléma a román politika erőtérnek az átalakulása, ami arról szól, hogy összeállt a szociáldemokrata párt a liberálisokkal, és a Zuszeli szövetség nagyon erőssé vált. És a harmadik probléma, amelyel szembe kellett nézni az RMDSZ-nek, a magyar versenypártok voltak. Barna Gergő szerint az MPP és az MNP egyértelműen kudarcot vallottak. Az Erdélyi Magyar Néppártnak két polgármesteri széket sikerült elnyernie, az MPP-nek 10 helységben lesz polgármestere. Toroté Tibor, az MNP elnöke kudarcként számolt be arról, hogy nem sikerült áttörni az 5%-os küszöböt az olyan erdélyi nagyvárosokban, mint Kolozsvár vagy Marosvásárhely. Három széken igazi sikerként könyvelhető el, hogy Előpatakon, ahol mindössze 9,9%-os a magyarság aránya, újra magyar polgármester van. Szatmár megyében is növelte egy a polgármesterei számát az RMDSZ, így 19 településnek lesz magyar RMDSZ-es polgármestere. Jól lehet, a szatmárnémeti polgármesteri szék elveszett, annak ellenére, hogy Illyés Gyula több szavazatot kapott, mint 2008-ban. A legfrissebb információk szerint Kolozsváron Emil Bok, a demokrata liberális párt jelöltje, szoros küzdelemben elnyerte a polgármesteri tisztséget. Eckstein Kovács Péter, az RMDSZ jelöltje 11%-ot kapott. A legtöbb voksot, mintegy 52,6%-ot az idei választásokon a szociálliberális unió jelöltjei kapták.